Megyünk is tovább. Megyünk, ott a szekeres Nóri, igen, itt vár ránk, és arról fogunk beszélgetni vele, hogy amikor ember anyává válik, sziasztok, akkor szép lassan megváltozik a ismerősi kör, tehát a barátok, mintha elkopnának, és újra kell felfedezni új barátokat. Szia, Nóri! Szia, Nóri! Érdekesen alakult egyébként ez nálam, lehet, hogy a korai gyermekvállalás miatt, mert ugye akkor tényleg nagyon más életet éltek a többiek. Tehát amikor az ember 20 éves, akkor elsősorban azért mégiscsak az van így hétvégéken, hogy oké, megyünk bulizni. De nagyon fiatalon szültél, igen, és akkor de ez is döntés kérdése, mert van, aki fiatalon szül, és utána benne marad ugyanebben ebben a ritmusban. Én kivontam magam akkor a forgalomból, abszolút, és a gyerekeknek adtam át magamat, és minden szabad estémet. Nagyon jól kitöltöttem. Figyeljetek, pazarul, mindig azt mondom, hogy ugyanannyit éjszakáztam kb. Mint a többiek. Igen. Csak más volt a helyszín, meg a társaság, és érdekes volt egyébként tényleg, ahogy ilyenkor ugye azért elkopnak barátságok, de aztán évekkel később ezek újjáélettek. Tényleg? Ahogy felnőttek ők is, gondolom, igen, ehhez az egész, igen, helyzethez elfogadni 20 évesen, hogyha főleg, ha valaki fiatalon vállal a gyereket, hogy elfogadni azt, hogy akkor neked most már másfajta életed van. Meg az, hogy tényleg az ember azért a társasággával maradt. Egy-két ember megmaradt, de azok tényleg csak a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közeli barátok voltak, akikkel az ember napi szinten találkozik, de volt közülük is olyan, aki aztán évekre külföldre költözött, és utána újítottuk fel a barátságot, és ugyanott lehetett folytatni. De benne van az a értetlenség, hogy most miért tűntek el ezek a barátok? Jól megértettük egymást? Nem. Én abszolút megértő voltam ezzel kapcsolatban. Hát egyszerűen más a társaság, más a közeg, másról tudunk dumálni. Igen. Úgyhogy szerintem ez adja magát, de pont ezért rengeteg olyan barátság is szövődik szerintem, miután az ember szülő lesz, akik pont a másik kisgyerekes szülőpár, akiről nem is gondoltad volna eleinte, csak úgy jó, szimpatikus volt, de hát az embernek azért van egy egységnyi ideje, amit a barátaira tud szentelni, és ezt az egységnyi időt aztán így ugye átkonvertálja olyanra, akinek mondjuk a gyerekével is tud játszani, az én gyerekem. Igen. És az is érdekes, hogy azért olyan gyereket talál meg a te gyereked is, akinek tényleg a szüleivel is te könnyebben tudsz kommunikálni. Tehát... De ahogy megy az idő, és gyerek egyre nagyobb lesz, úgyis egyre óvodában, iskolában, iskolai szülők, és úgy jönnek újabb és újabb emberek. Az igen, jönnek újabb és újabb emberek, újabb és újabb barátságok. Tehát szerintem nem csak az van, hogy tizenévesen lehetnek az embernek olyan életre szóló barátai. Igen. De azért mondjuk nem mondanék igazat, hanem azt mondanám, hogy nekem is azért a legmélyebb barátságaim azok ott gyökereznek. Igen? Ugye? Mm-hmm. Igen. Igen. És a mai napig is. Igen. Fontosak a barátságok, nem neked? Tehát az valami folytonosságot, igen, biztonságot ad. Hát a barátság, azt gondolom, hogy ugyanúgy kell dolgozni rajta egyébként, mint egy párkapcsolaton. Tehát mind a kettőnek ugyanúgy kell akarni. Hogyha nekem a legjobb barátnőm most másfél éves a kisfia, és például éreztem magamon, hogy ugyanúgy kell dolgoznom, őt elfogadnom ezzel az új, hogy nincs rám ideje, hogy nem tudja mikor felvenni a telefont, mert büfisztet, mert altat, mert akármi. Hogy ugyanúgy kellett ápolni, hogy akkor neked is ugye olyan barátaid is vannak, akik vagy voltak akkor, amikor 20 éves voltál, hogy átvették veled ezeket a ritmusokat. Mert igen, ez is és van, aki meg ezen megsértődik. És van, aki ezen megsértődik. Halálosan. Hogy nem hívod vissza. Fel, és akkor mondja, hogy hát ringatok, szoptatok, pelenkázok. Igen. És utána levegőt veszek. És utána megpróbál levegőt, és pont ne akkor. Igen, igen. Tehát, hogy ez... Kell szerintem mind a két oldalról. Ez egy szűrő is, nem? Tehát kiderül, hogy ki az, aki tényleg jó barát, tényleg ragaszkodik hozzád, tényleg, igen, képes megérteni szituációt, és nem saját magát tartja fontosnak, hogy velem nem beszéltél. Igen, de én ebben egy kicsit rosszabb vagyok, tényleg ebben a visszahívogatlak című dolog, meg az, hogy az idődet így mire szenteled. Szerintem egész egyszerűen vannak életszakaszok, amikor nem az a legfontosabb, igen, hogy most elmenj a haverokkal. Más a sorrend. Más már a sorrend, és egyszerűen tényleg abban a prioritásban bőven előrébb való az, hogy inkább otthon maradok, és inkább lefektetem a gyereket.
ha még bírod, szusszal, akkor utána még el lehet menni, és még lehet haverozni, meg rendkívül jó találmány a telefon. Tehát, hogy én is azt veszem észre, hogy nagyon sokakkal inkább telefonon tartottam a kapcsolatot, de az is egy élő kapcsolat. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, attól még, hogy nem találkozunk, attól, meg szerintem a másik félnek is ez egy nehéz helyzet, hogy amikor ott van, és látod, hogy megoszlik mondjuk a figyelme a barátnődnek, mert félszem, mert mindig a gyereken, hogy most jó, miről esik le, mit kap bennem, tehát hogy így... Nálad mi volt a nagy sorrendváltozás? Tehát egy gondolom első helyre kerültek a gyerekek, és mi volt az, ami utoljára? Úgy a második. A probléma az, és tökre emlékszem rá, hogy akkor jártam főiskolára mellette, és akkor pszichológiából tanították, hogy mennyire fontos az a sorrend, hogy te azért elő legyen ezen a listán. És én valahol nagyon a végén voltam ennek a listának, és utána tényleg már a harmadik gyermekemnél, amikor született, akkor már úgy voltam vele, hogy nem erre tudatosan figyelni kell, hogy az embernek azért nem kicsinálnia kell magát. Tehát, hogy az embernek nem arról szól az anyaság, hogy mindent feláldozunk. Hogy mindent feláldozunk, meg tényleg olyan dolgokat megcsinálunk, amire soha senki nem kért minket, és nem elvárás, csak valahogy belülről. Ez belül fakad, hát agyasággal nincs egy logika, hogy ennyit adok, ennyit kapok. Igen, hát az egyáltalán nem, csak néha túlzásba vizet, túlságosan kifacsarod saját magadat, mikor az nem valami feltétlenül kompenzálsz, jó. Amit túl kompenzálsz. És ilyenkor jó, hogyha vannak a barátok, akik azt mondják, hogy rád szólnak, hogy figyelj, csitulj le, én is megteszem naponta kell, hogy nyugalom, tehát ő már megy a lábán, és nem fog elesni, nézd már tök régen megy. Igen, úgyhogy erre is kellenek a barátok, hogy visszazökkentsenek a valóságban, hogy ne vidd túlzásba ezeket. Ez megnőnek a gyerekek, és jön a következő szakasz, amikor ma újra kell ezeket. Na, nem is. Nézzük oda. Nagyon nehéz, hogy megnőnek a gyerekek. Igen, ez. Komolyan, tehát hogy én most ezt a fázist is élem. Hú, és tényleg ez egy-kettő, meg három lépéssel hátrébb lépni, mert pedig az egészséges kapcsolatnak ez a kulcsa, meg később, hogy majd úgy funkcionáljak, az ő később, amikor már kapcsolataik is lesznek, tehát, hogy ez... Nem ijesztő lehet. Anyós szerepe készül. Hogy tudom azt, hogy mindig, tehát, hogy van egy idő, amikor tényleg így ölelem, ami kicsi, és aztán szépen folyamatosan kell hátra menni. Nagyon nehéz. De érzi. Aha, tényleg. De édes vagy nagyon. Igazi anyuka, tudod, már retteg attól, hogy kiviszi el a porontyokat, majd összeházasodnak, esküvők, unokák. Ez cuki lesz, mert akkor ugye megint úgymond szükség igen, lesz rám, de hogy igen. Mindig szükség lesz. Nagyon életrendje. Szépen köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm.